Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban a kedvenc karácsonyi süteményemet készítjük el, ami nem más, mint a zserbó. Bár azt hiszem, ez sokunk nevében elmondhatom, talán a beigli után a legkedveltebb ünnepi sütemény, vékony lapokkal, sok-sok baracklekvárral és cukros diós töltelékkel, valamint egy vékony réteg roppanós csokoládéval a tetején. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készítem, akkor maradjatok velem! A tészta elkészítéséhez szükségünk lesz 50 deka búza finomlisztre, 16 deka hideg vajra, 6 deka hideg disznózsírra, 2 tojás sárgájára, másfél deci hideg tejre, 7 deka porcukorra, valamint 1 deka friss élesztőre. Első lépésként a lisztet a vajjal, valamint a zsírral keverjük el, kézzel vagy géppel akár ilyen finom morzsát kell kapnunk. Ez idő alatt a hideg tejhez adjuk hozzá a tojás sárgáját, a porcukrot, valamint az élesztőt. Nem véletlenül hangsúlyozom, hogy hideg tejjel dolgozzunk, mivel nem fogjuk keleszteni a tésztát, nem kell felfuttatnunk az élesztőt. Amikor a lisztet sikerült elmorzsolni a zsíradékkal, adjuk hozzá ezt a tojásos, tejes, élesztős porcukros keveréket, és egy szép elasztikus tésztává gyúrjuk. Ezt a tésztát hűtőben fogjuk pihentetni, érdemes átgyúrás után folpakba becsomagolni, és így helyezni a hűtőszekrénybe. Nagyjából 2 óra elteltével kivettem a hűtőből, ilyenkor érdemes lemérni a tésztát, majd 5 egyenlő részre osztani, hogy egyformák legyenek a lapok. A zserbó tölteléke 40 deka darált dió, 20 deka kristálycukor, valamint körülbelül 60-70 deka finom házi baracklekvár. A tepsi, amiben sütni fogom, 33x22 cm átmérőjű, lehet ettől egy kicsit kisebb vagy nagyobb, esetleg, hogyha nagyon eltérnétek ettől a mennyiségtől, lehet akár felezni, duplázni a tésztát. Az első adag tésztát nyújtjuk ki lisztezett felületen vagy szilikonlapon, nekem így mostanában egy kicsit könnyebb dolgozni, nagyon-nagyon vékonyra kell nyújtanunk, nem kell megijedni attól, hogy esetleg kevés lesz a tészta. Amikor sikerült kinyújtani a tésztalapot, a tepsibe helyezem, semmivel nem kentem ki vagy szórtam le a tepsit, csak így belehelyezem a tésztát, könnyedén ki fog jönni anélkül is. 4 töltelék rétegünk lesz, ezért a baracklekvár negyedét kanalazzuk a kinyújtott lapra, amit ugye a tepsibe helyeztünk. Szépen ecsettel oszlassuk el, majd szórjuk meg a kristálycukros daráldiós keveréknek a negyedével. Ezt oszlassuk el, hogy mindenhová jusson megfelelő mennyiség, és jöhet rá a következő tésztalap. Az 5. tésztalapunk is a helyére került, most nincs más dolgunk, mint megszurkálni a teljes süteményt, tehát nem csak a legfelső lapot, hogy ne púposodjon föl sehol, és szép, egyenletes maradjon mindenütt. Az elkészült tésztánkat sütés előtt 30-40 percig pihentessük szobahőmérsékleten, majd ezután 170 fokos sütőben 40-50 percen keresztül süssük alulfölül sütéssel. Hagyjuk teljesen kihűlni, és csak ezután távolítjuk el a formából. Az még fontos, hogy fordítsuk meg a zserbót, tehát a legalsó réteg lesz a legegyenletesebb, azon fog a legjobban mutatni a csokoládé réteg. Egyébként ez is egy változó dolog lehet a zserbónál, valaki csokoládéval szereti, valaki kakaós vajas mázzal. Én azt szeretem a legjobban, amikor egy vékony réteg roppanós csokoládé van rajta, ezért én a Kalebaut étcsokoládét használtam, ezt mikróban megolvasztottam rövid impulzusokkal, lehet hozzátenni 1-2 evőkanálnyi olajat, én most azt sem tettem, hanem csak az olvasztott csokoládét simítottam a zserbóra.
Nyugodtan mintázhatjátok is akár ezt a frissen elsimított csokoládét egy villával, vagy recéskártyával, vagy egy spatulával, hogy én is tettem, majd hagyjuk teljesen kihűlni és megdermedni rajta a csokoládét. Ezután levágtam a zserbó széleit, és felszeleteltem. El is készült a finom házi készítésű zserbó, ami az ünnepi asztal éke lehet, hogyha ilyen szép vékony lapokkal és ilyen sok-sok töltelékkel készül. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és ti is elkészítitek így az ünnep közelettével. Ha tetszett, mindenképp nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!